A városképző, ipar és fotóművészetéről, annak szereplőiről és gondolatairól ad áttekintést a szeptember 13-án megnyílt tárlat a Szent István Király Múzeum országzászlótéri kiállítóhelyén. A Fehérvár Szalon elnevezésű kiállítás sorozatot már több évtizede indította el Székesfehérvár önkormányzata, amelyre bárki beadhatja munkáját, mindössze két feltételnek kell megfelelnie. Bárki adhat be pályázatot, egy kikötés van, pontosabban kettő, egyik, hogy székesfehérvári kötődésű legyen, tehát vagy itt dolgozott, itt élt, itt született, valamilyen kötődése legyen a városhoz, illetve nem lehet a pályázott mű kettő évnél régebbi. A kiállításon az érdeklődők megtekinthetnek egyebek mellett grafikai, plasztikai és fotográfiai alkotásokat is, amelyeket szakmai zsűri értékelt. Salamon Júlia kurátor elmondta, figyelembe vették a művek témájának aktualitását is. Itt főleg a generációs aspektus, ami szerintem említésre méltó, hogy a tárlat egészen az idős mesterekig bezárólag, tehát a most 70-es, 80-as generációig képet ad, és olyan mondjuk művészetpedagógiával foglalkozó helyi gimnáziumokba tanító oktatók is képviseltetik magukat, és jelen van a mondjuk a mostani 20-as, 30-as generáció is, szóval egy izgalmas körképet kap a regionális, lokális művészeti alkotásokról. A megnyitó részt vett Lerner Zsolt alpolgármester is, aki örömét fejezte ki, hogy a pályázat ezúttal is nyílt teret adott a művészi szabadságnak, ami igen változatos pályamunkákat eredményezett. Kicsit megmozgatja a városhoz kötődő művészek, alkotóművészeknek a társaságát, és megmozgatja a közönségét is, a kiállítás látogatókat. És tulajdonképpen az úgynevezett művészeti szalonok most itt Magyarországon, Közép-Európában a reneszánszukat élik, és ez egy nagyon jó dolog a közösség és közönség teremtése. Közvetlenül tudnak az alkotókkal találkozni, mecenatúra kialakulhat. 42 pályázó közül idén Bauer István, Monier Noémi Klára és Újházi Péter részesült elismerésben. Az ő munkájukat és a többi alkotóét egészen október 13-áig a múzeum nyitvatartási idejében tekinthetik meg az érdeklődők.